Baleset történt Kiskunfélegyháza határában ma napközben a Csongrádi úti tanyák megállóhely közelében. A vonat Kiskunfélegyházára tartott, amikor a földúton lévő András keresztel ellátott átjáróban hajtott a sinekre a terepjáró. Vezetője későn vette észre az érkező vonatot és összeütköztek. A vonat a terepjárót a sinek mellé lökte, de szerencsére a benne ülő idősebb férfi nem sérült meg. A vonaton csak három utas volt, plusz a vonatvezető és a kalauz. Nekik nem esett bajuk, de az ütközéstől a gépkocsi és a vonat is megsérült. Miután befejezték a baleseti helyszínelést, ismét közlekedhettek a vonatok Kiskunfélegyháza és Csongrád között, korai délután a menetrend is helyreállt a vonalon. A Kiskunfélegyházi tűzoltók áramtalanították a gépkocsit és segítettek a vonat utasainak a biztonságos ásszállásban. Kiskun és Szentes között mentesítőjárat közlekedett.